Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket. Önök október 6-án csütörtök este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is. Csékis Ernő alkotásánál tették tiszteletüket a helyiek. Színdarabbal emlékeztek meg a Vaszari iskola tanulói. Hat évtizede fontos szerepet tölt be a Városi Nyugdíjas Klub. Ötvösös diákok is megmutatták kedvenc kísérleteiket. 12 tábornok és egy ezredes tragikus kivégzéséről emlékezünk meg október 6-án. A szabadságharc leverését követő esemény áldozatainak tiszteletére Tataváros önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú ZRT szervezett ünnepséget Csékis Ernő fafaragó munkájánál. Hagyományosan a Fenyőtéren szervezte meg az október 6-ai megemlékezést Tataváros önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú ZRT. Csékis Ernő fafaragó alkotása 2013-ban foglalta el végleges helyét, köszönhetően a Szövetség Tatáért Alapítvány kezdeményezésének. Az emlékmű azóta is meghatározó helyszíne a településnek, ahol idén is több beszédet hallgathattak meg a részvevők, majd a Perom Music Tehetségközpont és a Menner Bernát Zeneiskola növendékei is tiszteletüket tették az aradi vértanúk emléke előtt. Valóban nagyon fontos számunkra, hogy évről évre össze tudjunk itt gyűlni, és igaz, hogy a koronavírus járvány miatt elrendelt korlátozások okán nem volt lehetőségünk erre egy-egy alkalommal, de most újra itt vagyunk ebben a szép őszi időben, és azt gondolom, hogy talán a legfontosabb az, hogy arra emlékeztessük saját magunkat, hogy még azokban az időkben is, amikor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után nem volt lehetőség emlékezni. Hivatalos ünnepségek természetesen ebben az időszakban nem voltak. Akkor is megőrizték a mártírok, a hősök emlékét. Különböző formában az emberek, dalokban, versekben, viseletben, akár vagy emléktárgyak formájában. És most, hogy már van lehetőségünk szabadon emlékezni, nekünk nagyon nagy a felelősségünk abban, hogy mi is őrizzük az emléküket, ne feledkezzünk meg róluk, és továbbadjuk ezt a következő generációknak, ezért is nagyon jó, hogy itt a közreműködők maguk is fiatalok, és sokan eljöttek erre a mai ünnepségre. Különösen nehéz ez manapság, hiszen nagyon sok olyan dolog vesz körül minket, gondolok itt akár arra az eltörlés kultúrájának nevezett ideológiai hadviselésre, ami miatt nehézé válik az, hogy a múltunkat úgy éljük meg, ahogyan az megtörtént, vagy ahogyan meg kell őriznünk. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon oda kell figyelnünk erre, és tovább kell adnunk az utánunk jövőknek. Ismét színdarabbal készült október 6-ára a Vaszari János Általános Iskola. Ez alkalommal a 6. évfolyam két osztálya adta elő a megemlékező színdarabot két felvonásban, az intézmény udvarán és a Magyari Zoltán Művelődési Központban. Akárcsak minden pirosbetűs ünnepre, úgy október 6-ára is színdarabbal készült a Vaszari János Általános Iskola. Az intézmény célja, hogy a pedagógusok által szerkesztett műsorokon keresztül a fellépő és a közönség sorait megtöltő diákok is könnyebben értsék meg az országunkat érintő történelmi eseményeket. Nekem mindig nagyon megható itt a tehetséges diákokat látni, és a kollégákat, akik nagyon nagy szívvel, lélekkel készülnek ezekre a műsorokra. Azt hiszem, ezek a műsorok mindig egy kis közösséget kovácsolnak, tehát amúgy is próbáljuk úgy osztályonként megoldani. Van, amikor más szereplők is, más osztályban tanuló diákok is szerepelnek, de azért, amikor egy osztály együtt készül, itt most két osztály készült együtt, azt hiszem, hogy nem csak az ünnep jelentősége, hanem maga a közösség alakítás is benne van ebben a készülődésben. Éppen Erdei iskolában voltak a múlt héten 3 napot Pusztamaróton, és ott is gyakorolták, ott is a természetben kint gyakorolták, és az iskolában is ugye az iskola udvaron már előbb előadták, itt a kicsiknek a művelődési házban, az iskolában pedig a kinti színpadon adták elő a diákoknak.
Jelenleg még felújítások zajlanak az intézményben, így a próbák és az előadás összehangolása is külön feladatot igényelt. Az október 6-ai darabban az iskola 6. A és 6. B osztályos tanulói működtek közre. Nekünk jutott ez a nemes feladat a 6. A és a 6. B osztálynak. Moskovics Marianna tanárnő, aki a 6. B-sek osztályfőnöke, és jó magam, aki a 6. A-sok osztályfőnöke vagyok. Nagy megtiszteltetésnek éreztük, és a gyerekek nagy szorgalommal és örömmel készültek erre a feladatra. És hát reméljük, hogy meg is lett az eredménye. Nagyon szerettük volna, hogy mind a két osztály úgy érezze, és a diákok is úgy érezzék, hogy nem színészeket keresünk elsősorban, hanem a gyerekeknek szeretnénk lehetőséget adni. És bárki, aki az osztályból szeretett volna szerepelni, bátran kiállt, akár csak egy táblát tartott, vagy a zászlót tartotta, mindenkinek lehetőséget adtunk. A megemlékezés végén azokat a diákokat is köszöntötték, akik kiemelten szerepeltek az elmúlt időszak tanulmányi versenyein. Több mint 170 taggal működik, immáron 62. éve a Városi Nyugdíjas Klub. A Szépkorúak a pandémiát követően október elején ünnepelték a szervezet kerekéfordulóját, ahol a 80 és 90 éves tagokat is köszöntötték. A rendezvényen a dalkör is közreműködött. Polgármesteri köszöntővel vette kezdetét a település egyik legnagyobb és legaktívabb civil szervezetének kerekéfordulós ünnepsége. 1960-ban alakult meg ugyanis a Városi Nyugdíjas Klub, ahol jelenleg 181 tagot várnak havi vagy akár heti rendszerességgel megvalósuló programok. Október 5-én az Egyesület mellett a 80 és 90 éves szépkorúakat is köszöntötték. Célkitűzései elsősorban most voltunk egyébként egy Székelyudvarhelyen megkötöttük a testvérklub kapcsolatot. Ez egy nagyon jól sikerült kis találkozó volt. Ellátogattunk Csíksomjóra a kegytemplomhoz, utána kimentünk az ezeréves határra, Gyimesbükre. Ez nagyon szép volt. Visszafelé megkóstoltuk a borvizet, és akkor vasárnap kimentünk Szejkefürdőre, ott a kis mini erdély, vagyis a mini székely skanzent megnéztük, és ott a ünnepség keretén belül aláírtuk a szerződést. Aztán azután délután egy ilyen megemlékezés, vagyis ünnepségük volt a művelődési házban, utána pedig egy vacsorával egybekötött bált szerveztek. Ezen vettünk részt, és a továbbiakban szeretnénk tovább a kapcsolatot fenntartani. Először is Guttával és Szőgyénnel, azóta már évek óta megvan a testvérkapcsolatunk, és akkor szeretnénk tovább frissíteni a tudásunkat ilyen városlátogatásokkal, meg a magyar lakta területeket bebarangolni. Az évfordulón, akár csak a szervezet minden egyéb rendezvényén részt vett Kun Imre, a Városi Nyugdíjas Klub tiszteletbeli elnöke is. Ez nem volt kérdés, mert megígértem akkor, nagyon agitáltak, hogy maradjak tovább is, de mondtam, hogy nyitsunk, 9 évvel fiatalabb az utódom, átadom, nagyon szívesen segítek nekik, hát meg is választottak tiszteletbeli elnöknek, úgyhogy kikérik a véleményem, úgyhogy mai napig támogatom, akár szervezésbe, tanácsal, bármivel, hogy támogatom, meg hát részt is veszünk nejemmel együtt. Sajnos most 2 év nagyon visszavetett minket, tulajdonképp 2 évvel ezelőtt mondtam le a klub vezetőségről. 2009-től 2 évig mind a kulturális csoport vezetője dolgoztam a klubban, és utána 10 évig mind a klubnak a vezetője. Hát tulajdonképp most sajnos egy kényszer megoldások voltak, nem tudtunk összejönni, de sikerült egy ismerőstől, aki nagyon világjáró, és tényleg Kambodzsától kezdve északi sarkig mindenhol megfordultak, olyan filmeket kapni, kölcsön kapni, amikből a pandémia alatt is hetente juttattunk egy-egy órás filmet a tagjaink részére. A Nyugdíjas Klub átlag életkora 80 év, így a találkozók célja, hogy a helyi szépkorúak legalább egy közösséghez biztosan tartozhassanak.
Tudósok és fejlesztők munkáját igyekszik népszerűsíteni, és még a fizika, kémia, biológia iránt érdeklődő fiataloknak ez az egyik legfontosabb nap az évben. A kutatók éjszakájához természetesen az Eötvös József gimnáziumban is várták a különböző korosztályokat. Három emeleten 15 tanteremben szerveztek tematikus programokat. Az örvény csak idáig látott, de ugye lefelé ért teljesen a mágnesig, és az a lényeg, hogy ami a belekül egy tornádóba, az föntről lemegy, és itt majd oldalt fel fog írni szépen. Látványos kísérletek adtak magyarázatot a természeti jelenségekre, de izgalmas előadásokkal és sok-sok játékkal is készültek a tudományok jegyében az Eötvös József gimnáziumban. A programok jó részét ráadásul az intézmény diákjai prezentálták a vendégeknek. A háztartási eszközök fogyasztását, és hogy hány kilovattórát fogyaszt, hogy ez nagyjából mennyibe kerülhet, és igen, és még a napenergiával is egy kicsit összekötöttük, hogy mennyit kapunk mégis a naptól. Mindenféleképpen jó, érdekes, látványos kísérleteket kell mutatni nekik, meg ami a való életben kézzel fogható, esetleg valamire tudnak asszociálni vele. Nagyon szívügyem lett a fizika és a kémia, és ezzel szeretnék foglalkozni. A kutatók éjszakája egy Európa-szerte megrendezett kezdeményezés, amely a tudományos élet területén dolgozó szakemberek munkáját hivatott népszerűsíteni. A mi iskolánk profiljának megfelelően alapvetően a fizika, kémia, biológia, robotika témában várja a vendégeket, és hát bízunk benne, hogy aki eljön, tartalmas délután tud itt tölteni nálunk. Törekedtünk arra, hogy nem olyan kísérleteket hoztunk, ami úgymond standard és a tanórán látható jelenségeket mutat be, hanem például itt a díszteremben, a háttérben látható módon környezetfizikai kísérleteket mutatunk be, például kapcsolódva a globális klímaváltozáshoz, ebben helyet kapott a jéghegyek olvadásának a demonstrálása, vagy a tornádó ciklonoknak a bemutatása. Van olyan stand, ahol az energetikai ismeretekkel gazdagodhatnak a látogatók, fogyasztásmérővel tudjuk demonstrálni azt, hogy otthon milyen eszközök mit és mennyit fogyasztanak, ami most igen aktuális kérdés. Ebben az évben nagy örömünkre szolgál, hogy hát nem számoltam össze, de 60-70 saját diákunk vesz részt valamilyen módon ebben a projektben. Van közöttük olyan, aki a kollégákat segíti projekt részletnek a megvalósításában, és vannak olyanok, akik önálló munkát mutatnak be. A kutatók éjszakája idén több mint 50 településen, 170-nél is több intézményben, és közel 2500 programmal várta a közönséget. A Központi Statisztikai Hivatal október 1-e és november 28-a között Magyarországon országos népszámlálást tart. A népszámlálás az egyetlen teljes körű adatfelvétel a népesség és a lakásállomány jellemzőiről. A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás kötelező, a népszámlálás során az adatszolgáltatók október 1-e és 16-a között az interneten keresztül önállóan tölthetik ki a kérdőíveket, ezt követően október 17-e és november 20-a között az adatszolgáltatás már csak a számláló biztosok közreműködésével teljesíthető. Tataváros önkormányzata, a Goldberger Alapítvány és a TK Kisebbségkutató Intézet szervezésében valósul meg konferencia október 7-én a Volt Piarista Rendházban. Az eseményen a tatai zsidó temető sír felirataival foglalkozó tudományos megközelítésekről hallhatnak előadásokat az érdeklődők délelőtt 10 órától egészen délután 3 óráig. Következzenek csütörtök esti híreink, még egyszer, röviden. Csékis Ernő alkotásánál tették tiszteletüket a helyiek. Színdarabbal emlékeztek meg a Vaszari iskola tanulói. Hat évtizede fontos szerepet tölt be a Városi Nyugdíjas Klub. Eötvösös diákok is megmutatták kedvenc kísérleteiket.
Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök október 6-án csütörtök este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen Közéleti Kerekasztal című műsorunk következik, előtte pedig a körzet híreit láthatják. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is, a viszontlátásra!